Szép estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. A prostitúciónak igazából három főszereplője van. Egyik alap a kliens, a másik a prostituált és a prostitútőr. Egy igen érdekes témáról beszélgetek Marékával. Köszönöm, Réka, hogy eljöttél. Hallgassuk meg a te történetedet. Minden fiatal lány álma, hogy sok pénze legyen, szép ruhákba járjon, de hogy kezdette? Szia! Én köszönöm a meghívást. Hát igazából az én történetem úgy kezdődött, hogy leérettségiztem, ugye vidékről, én vidéki kislány vagyok, nem egy gazdag családból származom, de ugye mindig is meg volt az álmom, meg a vágyam, hogy igen, nagyon-nagyon szeretnék sok pénzt keresni, jól élni, szép ruhákba járni, majd szép autót vezetni. És miután leérettségiztem, én ugye feljöttem Pestre, és először egy teljesen normális munkát csináltam annó 14 éve, de nem kerestem vele szinte semmit. Szóval egy ilyen telemarketinges cégnél voltam, napi 12 órát ott bent ültem, valami 22.000 forintért, és emlékszem az első hónapi fizetésem, első havi fizetésem után ugye mentem haza, vettem egy újságot, amiben voltak ugye álláshirdetések, és mondom, emlékszem a hirdetés szövegére, nagyon pörgős helyre jó csajokat keresünk. Ugye felhívtam, és akkor ott egy nagyon-nagyon kedves nő vette fel a telefont, és mondta, hogy menjek be személyesen, beszélgessünk. Én ugye bementem, és én azt hittem, hogy a prostituáltak ugye azok, akik az utcán állnak. Én nekem bennem teljesen az volt, én ott voltam vidéken, teljesen tényleg elzárva a világtól, én csak sporttal foglalkoztam, ugye, és nem igazán volt belelátásom ebbe az egészbe, és ugye elmentem, és ajtót nyitott egy, az az igazi madám, nagy mell, szőke haj, szilikon szád, gyönyörű volt a lakás, és ugye én csak ámultam, bámultam. Megtetszett, gondolom. Nagyon, hát ne viccelj, mert Dunapart. Uh-huh. Dunapart, ugye tényleg ott a Dunaparton egy maga kétszintes lakás, ugye egy ilyen újépítésű házon belül, és akkor mondta, hogy hát igazából ez is ez lenne a feladat, de hogy segítenek, mindenki nagyon kedves volt, és nagyon-nagyon imponált nekem az, hogy ott pénz, tényleg a lányok is egyből szia, mindenki nagyon befogadtak. Igen, nagyon barátságosan fogadott mindenki, biztosítottak arról, hogy mindenbe segíteni fognak, semmit sem muszáj ugye csinálni, hogyha nem akarom, de te nagyon... Te szabad akaratod persze. Volt. Persze. De szerintem az volt, hogy ugye vannak ezek a rém történetek, hogy engem most betuszkoltak az autóba, és engem most kényszerítettek. Nem, ez az én szabad döntésem volt. Ugye már az elkápráztatott, hogy gyönyörű lakás, a lányok gyönyörű ruhákba, tök jól néznek ki, láttuk a Dunapartot, kivilági, szóval tényleg elvitt magával ez az egész, és ugye én már aznap este visszamentem dolgozni, meg emlékszem, mondták is, hogy vegyek combfixet, mondom, mit? Szóval nekem ez a combfix dolog is teljesen ugye új volt, és hát vettem combfixet, és visszamentem este dolgozni, és soha nem felejtem az első vendégemet, meg az, hogy óvszerre a franciázni, szóval én nekem akkor volt egy barátom, másfél évig vele együtt voltam, és nekem itt kiismerültek ugye a szexuális dolgok, és egy másik lányal együtt csináltuk meg az első vendéget. Nagyon kedves volt a vendég, nagyon kedves volt a lány, és kvázi nekem úgymond ilyen, szóval nem az volt, hogy úristen, ez undorító, meg fúj, meg nem volt erőszak, pont ezért is vicc szerintem ennyire magával. De gondolom, a pénzt is nézted mögötte, hogy jó ruhád lehet belőle. Persze. Mindened. Hát ne vicc, azelőtt ugye egy hónapig dolgoztam 22.000 forintért, napi 12 órát, és itt pedig 2004-ben, ugye 14 éve már lassan, az idén lesz 14 éve, megkerestem 70 akárhány ezer forintot. Egy éjszaka alatt, mondjuk egy ilyen 8-10 óra alatt. Egy 18 éves lány, ugye én akkor ott kijöttem a gimiből, a kollégiumból fel Pestre, és én emlékszem, ültem a villamoson, ugye a 75 ezer forint a pénztárcám volt. Tied a világ. Igen. És ezt tényleg úgy éreztem, hogy nem viccel, mert 18 évesen 75 ezer forintot megkeresni, és csak szexelnem kellett. És tényleg így ültem, és hogy kurva lettem, és emlékszem, elmentem a bevásárlóközpontba, vettem magamnak telefont, bejelentkeztem műkörmöshöz, nem tudtam aludni, mert én már alig vártam, hogy menjek vissza dolgozni, és én ugye utána úgy minden este vissza. Mit mondtál az otthoniaknak? Takarítok. Hát mamámmal laktam, ugye, és mondtam, hogy éjszaka járok takarítani egy ilyen, nem is tudom, hogy az üzletházat mondtam, akkor ugye éjszaka kell takarítani, és hát ezt ugye mama elhitte nekem, mert miért ne hitt volna nekem, ugye, és ezt mondtam otthon. Mikor jöttél rá arra, hogy teljesen más ez a világ? Hát... Vagy
Folyamatosan? Folyamatosan, ugye akkor ott belecsöppentem a kábítószerezésbe, szóval ez a prostitúció és a drog az tényleg így az elmúlt 13 év távlatából azt mondom, hogy együtt jár. Tehát csak alkohollal vagy kábítószerrel lehet ezt úgy csinálni? Igen, szóval hazudik, aki azt mondja, hogy nem, már vagy nyugtatózzák magukat a lányok, nem azt mondom, hogy így fúra kiütik magukat, de amit én az elmúlt 13 év alapján tapasztaltam, vagy az alkohol, vagy a kábítószer, vagy a nyugtató, vagy valamilyen tudatmódosító szer, ugye kell ahhoz, hogy ezt lelkileg ugye feldolgozza az ember. Milyen kapcsolatba kerültél, úgymond a lányokkal? Lett-e ott barátnő? Ja persze, mindenki barátnőm lett. Ott voltam 18 évesen, ugye azok a lányok, akik ott voltak, azért már egy kicsit idősebbek voltak, nem emlékszem pontosan, de már egy jó pár éve ugye benne voltak ebbe, volt, aki már mondjuk ilyen 30 fölött, ugye, és mindenki a szárnyai alá vett, mert hát akkor még aranyos voltam, meg kedves, és mindenki nagyon szeretett, és én teljesen azt hittem, hogy én megtaláltam a helyem, megtaláltam a barátaimat, megtaláltam végre azt a világot, ahova én tartozom. Én teljesen ebben a hitben voltam, és én velem madarat lehetett volna fogatni, én most nekem sok pénzem van, minden nap megyek, vásárolok, nagyon hamar elköltöztem otthonról, pont abba a ház, kivettem egy fullos, ilyen másfél szobás újépítésű lakást, 18 évesen, ugye, és én teljesen úgy voltam vele, hogy ez az, Réka, megcsináltad. Nem volt mindig teljesen jó és szép napod. Közel is kerültél a halálhoz. Hát igen, a drog miatt. A drog miatt. Szóval ott belecsöppentem a kábít, ugye elkezdtem. Ez a parti drogozás volt még ugye akkor, hogy tényleg csak hétvégente mentünk a lányokkal bulizni. Utána kiderült itthon, lebuktam, hogy mit csinálok, mert ugye arccal hirdettem, és onnan kimentem külföldre. És ott még jobban az ottani párom, úgymond ő akkor ott kábítószerezéssel, kábítószerüzleteléssel foglalkozott, és bizony nem egyszer túladagoltam magam, többször leállt a szívem, volt olyan túladagolás, amit teljesen ébren csináltam végig, és akkor sem tanultam ebből. Szóval emlékszem, amikor tényleg azt mondom, hogy bárcsak haltam volna meg, és nem emlékeznék erre az egészre, az a túladagolásom, és utána eltelt egy nap, és ugyanúgy szívtam tovább. Szóval ez ilyen, igen. Mi változott azóta veled, körülötted? Hát, fél éve vagyok. Mennyire lettél bölcsebb? Mennyit tanultál ebből? A drogozásból? Mm-hmm. Nagyon, az, hogy a drog az egy nagyon-nagyon nagy hazugság. Nekem 13 év kellett ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy nem én irányítom a kábítószert, hanem a kábítószer irányít engem. Nekem ez 13 év kellett. Ugye nekem szokott lenni egy olyan szloganom erre, hogy aki fűvel kezdi, tűvel végzi. Ez így van. Ez így nem hiszik el, tehát. Nem, én se hittem el. Szóval én ugye nekem fűvel kezdtem ugyanúgy, volt egy 8-10 év a kemény kábítószerezés, amikor tényleg a speed, a kokain, az ecstasy, amikor már szúrtam a speedet is, a kokaint is, de a fű az mindig megmaradt. Mikor letettem ugye ezeket a keményebb drogokat, a fű még mindig ott volt. És pont a fűről gondoltam azt, hogy bármikor, meg bár nem, a legnehezebb, szóval sokkal nehezebb volt leállnom a fűről, mint a kemény kábítószerekről. Szóval a fű az 13 évig ott volt, és tényleg aki fűvel kezdi, 99,90% hogy ugye tűvel végzi. Nekem szerencsém volt, hogy ugye itt vagyok. Van az a jelenség, nem tudom, hallottál-e róla, hogy a lover boy. Tehát általában összejönnek lányok ilyen fiatal csábítókkal, gyönyör szép, jön a herceg a fehér lovon, aztán teljesen más van mögött. Hát igen, mi ezt lányok stricinek hívjuk, ugye? Szóval ez, azok a stricik, ez a rosszabb fajta, akiről te beszélsz, hogy vannak azok a stricik, akivel megállapodok, hogy kivisz, elintézi naponta, mit tudom én, 100 eurót adok neki, most mondtam egy példát, illetve vannak ezek a loverboyok, akik gusztustalan módon a lányoknak az érzéseit használják ki, velem is csináltak ilyet, én is beleestem abba a csapdába, és nagyon sok lánynak a sorsát végignéztem, akit ezek a loverboyok épp, hogy telefonszámlára kell, elhitetik, hogy drágám, építünk közösen egy házat. Tehát megismerkedsz, mintha egy nagy szerelem lenne, mindent beígérnek neked, együtt jártok, te még el is hiszed. Persze, együtt járunk velem, de ugyanakkor még ott van még 5 másik lány, de én vagyok neki élete szerelme, én vagyok neki az igazi, velem képzeli el, de utána jönnek a problémák, jaj, hát szívem, hát az
autó törlesztő részlet, akkor építsünk egy házat, tudok egy tök jó telket, és fel tudom építeni, és együtt fogunk élni, meg mindenféle kifogások. És olyan szinten ezek a srácok, vagy nem is tudom, minek hívjam őket, olyan szinten tudják pszichésen manipulálni az embert, hogy tényleg elhiszed. Tényleg elhiszed, hogy neked ezt a pénzt oda kell adnod, sőt, még te érzed magad boldognak attól, hogy oda tudod neki adni ezt a pénzt, és nézd csak, drágám, kerestem most ennyi és ennyi pénzt, és tesszük bele a házba, és tudunk egy jobb, menjünk el nyaralni. És észre se vettem én se, hogy áldozat benne. Igen. Hogy kvázi mindent én fizetek, és csak azért kellek, mert tök jól keresek, és fú, teljesen hülyének vagyok nézve, át vagyok verve. Tényleg ez a stricik között, ez a legrosszabb fajta. És mi van akkor, ha valaki ki akar szállni? Hát... Mondjuk ebből a lábarbolyos sztoriból. Jaj, nagyon nehezen megy. Szóval itt ez nagyon-nagyon... Mi történik ilyenkor, mit láttál? Tapasztalatból is tudok ugye beszélni, ugye ilyenkor elkezdődik a pszichés terror, volt nekem olyan ilyen loverboyba részem, aki ugye van az a felállás, hogy mindent ígér, nagyon-nagyon szeret, stb. Van az a másik felállás, amiben szintén volt dolgom egy külföldi országban, amikor én rájöttem erre az egészre, hogy nincsen kislány, akinek kell a születésnapi ajándék, meg a gyerektartásra pénz, meg ilyen, hogy nincs gyerek, és akkor én erre rájöttem, én ugye mondtam, hogy akkor ennek vége. Ő például elkezdett engem fenyegetni, fizessek neki napi több 100 eurót, nem fog békén hagyni. Nekem mondjuk én mindig is egy vagányabb talpra esetlen, én ott feljelentettem. És igenis a rendőrségtől ugye segítséget kértem, és kaptam is segítséget. Viszont vannak olyan lányok, én láttam olyat is, akik nagyon-nagyon csúnyán elvertek emiatt. Engem is vertek el, de nem emiatt, de nagyon, szóval ezekkel a fiúkkal. Vannak olyan lányok például, volt külföldön szintén, ahol egy kislány, tényleg egy 20 éves kislány, pont egy ilyen srác miatt lett kurva, hogy kihozta oda külföldre, így szeret, úgy szeret, szereti szegénykémet, és ott állt, hogy akkor most mi lesz, és a srác az meg otthon volt a családjával, meg a gyerekével, és úgy küldözgette neki haza ez a kislány a pénzt, és nem tudott tőle megszabadulni, nagyon-nagyon nehezen tudott megszabadulni tőle. Tehát akkor mondhatjuk azt is, hogy egy hálózatról beszélünk, amit nem mindenki tud felmérni. Meg nem ismerek. És a naív fiatalok, akik mondjuk külföldre mennek, nem tudják, hogy milyen munkát vállalnak, akkor tehát áldozatul esetek. Igen. És itt érzelmileg vagy kihasználva. Szóval itt nem az van, hogy nem is tudod, hogy mi történik. Ha menekülni akarnál, vagy ki akarnál szállni ebből, mennyire tudod önmagad ezt megcsinálni egyedül? A levertőjös részből? Igen. Utána tudnak nyúlni? Van, akit azzal fenyegettek meg, például engem is, meg ezt a lányt is, hogy elmondanak mindent a családnak, ugye el fogják mondani azt, hogy kurva, el fogják azt mondani, hogy miket műveltek ők otthon szexuálisan. Szóval ennek nagyon-nagyon komoly lelki zsarolás ugye az eredménye, hogyha ezt abba akarja hagyni valaki ezt és a kapcsolat. És mi van akkor, ha annyira vagány mondjuk az adott személy, hogy azt mondja, bum, mondják el. És akkor elmondják. Akkor tehát képesek? Persze. Igen. Akkor kapja anya, apa az e-mailt, akkor kapja anya, apa a fotót a hirdetésnek, illetve a melós, ugye ezek a munkás képek, ezek mesztelen fehér nem is, szóval tényleg azért nem olyan, mint amit mondjuk otthon lőnek a cseresznyefa alatt. Hány évig lehet ezt csinálni? Vagy mennyi ideig úgy, hogy nem is az, hogy tehát erővel. A maga prostitúciót? Maga prostitúciót, igen. Nagyon nehéz ezt abba hagyni. Szóval mert megszoksz egy színvonalat, igen. Megvan mindened. Abba akarod hagyni, na most egy... Ideig, óráig sikerül is. Szóval nekem is nagyon sokszor abba hagytam ugye ezt a dolgot, csak aztán ugye, hogy ezt elkezded, tudod, hogy kvázi ez könnyen jön ez a pénz, és gyorsan. Szóval nem azon, hogy elmész fel a dolgot, és egy hónap múlva kapsz fizetést, nem jön egy nagyobb nehézség az életbe, és rögtön ehhez fogsz visszanyúlni. Szóval aki csinálta ezt a munkát valaha, és jön, nem tudom, háztörlesztő besűrűsödik, vagy el kell költözni, és nincs albéletre pénz, vagy bármi jöhet, itt visszamész dolgozni, és már aznap van belőle pénzed. Te mellette jótékonykodsz is. Hát, igen. Hogy van ez a kutyákkal?
Én ezt nekem már nagyon régóta van, szóval én ezt már nagyon-nagyon régóta ebből a munkából szerzett pénzt, én az állatvédelemre, ugye eleinte támogattam más egyesületeket, aztán pedig én magam elkezdtem, ugye most is van egy kisebb tanyám, és én ennek a pénznek a 80%-át, én már nagyon régóta kutyákra fordítom, és most is ugye kutyákra fordítom. És nagyon sok olyan bántalmazott kutyára, eldobott, elhanyagolt kutyára. Igen, de egyébként szerintem nem én vagyok az egyedül ilyen lány, ismerek, meg nekem is segítettek lányok. Nagyon sokszor érzékenyebbek ezek a lányok, mint bárki más. Igen. Most melyik? Most sokan azt mondják, hogy igen, aki tisztességes munkát végez. Mi a különbség a tisztességes munka között? Tehát... Nem az mutatja meg valakinek a jellemét, mert engem is ítéltek már meg olyanok, és általában tudod, mindig az mutogat, akinek a legjobb, legnagyobb csontvázon ugye otthon a szekrényébe, de nekem volt, tényleg volt olyan lány, akivel együtt dolgoztunk, és ugyanúgy fölvette a nadrágot, a cipőt, és lejöttünk, és együtt pucoltuk a szart a kutyák alól, és ő is a szintén testével megkeresett pénzből vett nekem kutyakaját, húst, szóval azért mondom, és nem egy ilyen lány volt, aki ugye nekem segített, sőt, még vendégeim is voltak, aki már a 20 kilós kutyatáppal jött, ugye, szóval azért mondom, hogy nem feltétlenül rosszak a lányok, illetve nem minden vendég, ugye rossz, de én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok lány van, akinek igenis van szíve, és igenis vannak ugyanúgy érzései, és olyan sokkal több rosszat tapasztaltak, meg sokkal többször voltak ugye kihasználva, pontosan sokkal jobban segítenek az állatokon a kihasznált állatok. Ha valaki mondjuk abba hagyja ezt a munkát, mennyire lehet úgy visszatérni a mindennapi élethez? Nehéz. És itt most nem csak a pénzre gondolok, hanem azt mondod, hogy jó, holnaptól nem csinálom, összeszedtem ennyi pénzt, meg van mindenem, hív vissza ez a munka téged? Persze, hát azért most mégis csak mondjuk elmegyek normálisan dolgozni, ugye keresek, mit tudom én, szóval tudjuk, hogy mennyit keres ugye mostanság az ember, és hogyha ezt a munkát csinálod, akkor ezt szerintem meg tudod keresni ki, meg ad egy szabadságot, meg ad egy napi időre pénzt. Időre tesz, igen. Határozott már. Szóval most akkor dolgozok egy-két órát, ugye jön a vendég, és megvan belőle a pénzem, nem 8-10 órát kell ugye güriznem azért a pénzén, amit ezzel a munkával 3-4 nap alatt megcsinálok. Volt olyan vendéged, akivel közelebbi kapcsolatba kerültél? Tehát úgy megszeretted, vagy ő megszeretett? Persze, van olyan vendégem amúgy, a vendégházas pár, akikhez ugye kimentem annó több éve, és egy barátság szövődött belőle, akik voltak is lent a kutyáimnál, és tápot is hoztak nekik, szóval van, meg volt olyan vendégem, akivel utána mi párkapcsolatban voltunk egymással, vagy akivel mai napig ugye jóba vagyunk, és barátok vagyunk. Igen. Nekem voltak. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy segítettél nekünk betekintést nyerni ebbe a fura világba, vagy érdekes világba, amiről sokat olvasunk, de igazából személyesen olyan embertől, aki ezt alkalmazza, keveset tudunk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, remélem jössz még máskor is, és folytatjuk ezt a témát, hiszen mindenki kíváncsi rá. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép estét, a mielőbbi viszontlátásra.